Mégsem állítja le végleg a nitrogénműveket Bige László. A cégvezér legutóbb azt nyilatkozta, hogy a számukra kedvezőtlen kormányzati szabályokkal szemben az összes lehetséges jogi fórumot megkeresik. Hogy miért gondolta meg magát, arról Bige Lászlót kérdezzük. A nitrogén művek elnök vezérigazgatóját, jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! November 14-én bejelentette az agrárszektornak, nyilatkozott, hogy 93 év után befejezte a termelést a nitrogén művek, majd pár óra múlva adott egy interjút az RTL-nek, ott pedig azt mondta, hogy meggondolták magukat, nem állítják le véglegesen a termelést, nem bocsátják el az embereket, és minden lehetséges jogi lehetőséggel élni fognak a vállalat megmentéséért. Mi történt ezzel attal? Végül is pár óra alatt. Hát, dehogy is, hát ez nem pár óra volt, ez csak így jött le. Tehát tulajdonképpen írtunk egy levelet a miniszter úrnak. A miniszter úr levele és e között az interjú között eltelt közben 2 hónap. Tehát 2 hónap alatt mi végignéztük a lehetőségeinket, és aztán megbíztunk ügyvédi irodát, aki megnézte, hogy mit is tehetünk ezzel az esettel. Na de akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert egyébként az agrárminiszter is reagált, azt mondja, hogy nem lehet önt komolyan venni, egyértelműen a kormányra akart nyomást gyakorolni, amikor bejelentette a bezárást, majd néhány órára rá ön visszakozott a döntéstől. Tehát ő is azt mondja, mert ugye a bejelentés aznap volt, ugye, hogy beszünteti a gyár működését. A miniszter úrnak eszébe jött, ő is megkapta azt a levelet előtt 2 hónappal. Igen, de a levélben leírta, hogy beszünteti a működését. Így van, tehát tulajdonképpen ma is áll a gyár. Tehát ma is áll a gyár, nem termelünk, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. Tehát ebben az évben mi kaptunk közel, tehát egyszer egy 6 milliárdos különadót, még tavasszal. Ez a MSZK, ezt a Magyar Szénhidrogén Szövetség készítő szövetségnek az adóját. Ezt emelték föl, ugye? 6 milliárdra. Ez nem ennyi. Ezt emelték föl? Ezt megemelték a 800 millióról 6 milliárdra. Tehát egyszer ezt kaptuk, és kaptuk ezt az ETS rendszerbe, tehát a széndioxid kvót emisszióból fakadó, mint egy 12-14 milliárdos évi adót, ami összesen a kettő egy 20 milliárd. 20 milliárdot elosztom az 1 millió tonna műtrágyára, amit gyártunk, ez 20 ezer forint per tonna műtrágya, olyan extra adó, amivel nem lehet eladni már a műtrágyát, tehát nem vagyunk mi versenyképesek. Ez a ETS rendszer, ez azért hozta létre az Európai Unió, azért ez a kibocsátási kereskedelmi rendszer, azért adták az Európai Unióból az iparvállalatoknak az Európai Unión belül, hogy megőrizzék a nemzetközi versenyképességüket. Na most ilyen adót nem kell fizetnie senkinek Európán kívül, még csak nem is tudnak róla. Az európai versenytársaink azok úgy szintén nem fizetnek semmilyen adót. Volt erre... Magyarországon ilyen adót ki fizet még önökön kívül? Néhány cégnek kell, tehát a cementeseknek talán, és még néhány cégnek kell, de nem másnak nem, de az nem is érdekel bennünket, mert nem versenytársaink. Az Európai Unióban, akik versenytársaink, azok nem fizetnek ilyen adót is. Ezen túlmenően 3 országban próbálták ezt meg adóztatni ezt a rendszert ezelőtt néhány évvel, mind a 3-at eltörölte az Európai Bizottság. Tehát ilyen adó nincs. Tehát ez ellen próbálják most felvenni a versenyt, vagy ez ellen próbálnak küzdeni, de egy pillanatra én még hagyd térjek mégiscsak arra vissza, hogy azt mondja, hogy 2 hónappal ezelőtt írt levelet, több helyen is jelezte, hogy ebből probléma van, és hogy be fogják zárni a gyárat. De azért mégiscsak, amikor megjelent a sajtóban november 14-én, akkor mindenki azt mondta, önt idézve, hogy bezárja a gyárat végleg 93 év után. Este pedig azt mondta, hogy meggondolta magát. A kettő között nem beszélt senkivel? Nem akart a kormányra? De akkor miért gondolta meg magát? Nem gondoltam meg magam, csak a levél megírása. De ugye nem ugyanaz a kettő mondat. A levél megírása között azért volt 2 hónap. És ebből a 2 hónapban azért sok mindent áttekintettünk, és sok minden megváltozott. Tehát egyszer a jogi oldal azt mondta, hogy ez a rendszer megadóztatása jogellenes, és ezt nem kell befizetni, de az Európai Unió el fogja törölni. A Magyarországon lévő visszamenőleges adóztatás az újszintén alkotmányos alaptörvényellenes. Ezen túlmenően pedig, ha erre akarok visszatérni, akkor a miniszterelnök úrunk múlt hét szerdán az állam és kormányfők tanácskozásán Szlovéniában azt mondta,
hogy ez a rendszer rossz, az ETS rendszert vissza kell vonni, hiszen és a zöld programot fel kell függeszteni Európai Unióban, azért, mert minden nap drágítja az energiát. És minden nap minden drágább és drágább lesz. Európa elveszíti a versenyképességét. El is veszti, maximálisan egyetértek vele, ez a rendszer így rossz. Ezen túlmenően a Győri Enikő, vagy Győri Emese, Európai Uniós Fideszes képviselő nyilatkozott valamelyik nap ugyanerről, hogy a digitalizációs programot folytatni kell, és a zöldítést. De csak abban mértékben, ameddig az európai ipar ezt át tudja venni, és nem teszi tönkre. De ez minket tönkre tesz így. Tehát a vállalatot vagy a céget tönkre teszi. Tehát akkor csak, hogy akkor tisztálásuk, tehát 2 hónappal ezelőtt úgy gondolta, hogy be kell zárniuk. November 14-én ott az agrárszektornak akkor, nem tudom, pontatlanul fogalmazott, és... Gyorsabban hozták le, mint ahogy kellett volna, igen. Jó, csak hogy értsük, mert az mondat tényleg ott van, tehát nem tudok emellett elmenni, de akkor az a lényeg, hogy közben változott maga a helyzet. Közben még a helyzet másként is változott, tehát néhány nap ezelőtt aláírtunk egy olyan szerződést, amivel csinálunk egy új beruházást. A beruházás az jelenti, hogy óránként 80 tonna ammóniát le fogunk tudni fejteni, és ez lehetővé teszi a termelésünket úgy, hogy nem kell fizessünk semmilyen adót, tehát nem fogunk földgáz vásárolni, hanem behozzuk az import ammóniát. Azt mondja, akkor újraindulnak? Amikor ez el fog készülni, ez júniusra fog elkészülni, akkor biztos, hogy újraindulunk. Annál hamarabb nem tudom megmondani. De júniusban biztos, hogy újraindulunk. Júniusra el fog készülni ez a beruházásunk, és onnantól kezdve újra kezdjük a termelést, és nem fogjuk abba hagyni, és nem is fogjuk feltenni a kezünket. Még 2 kérdés. Ön ellen most, ha én jól emlékszem, 2 büntetőeljárás folyik, hűtlenkezelés, a másik okirathamisítás és vesztegetés. Van versenyhivatali vizsgálat is. Ezek hogy állnak, ezek az ügyek most jelen pillanatban? Megpróbálom nagyon röviden megfogalmazni, és csak úgy, hogy ezek folyamatban lévő ügyek, tehát az egyik ügy, amiben egy Mihajlovics nevezető ember jelentett fel, és azt mondta, hogy 2-szer fizette ki a számláját, közben ő csődbe ment, és 7 milliárd forinttal becsapott 60-70 céget. Ez a bíróságon, első fokon megnyertük, hiszen 2-szer senki nem akar kifizetni egy számlát. De erről nem szeretnék többet mondani, mert hát még a másodfok az hátra van, és Isten ments, hogy valaki is a független bíróságból én prejudikálok, hogy bármit mondok. A második az ennél lényegesen érdekesebb dolog, hiszen ott a feljelentő egy ilyen régi vadász cimbora volt, amiről aztán ma, már erről talán beszéltek, mert már a bíróságon jegyzőkönyvbe került, hogy előkerült 70 néhány hangfelvétel, amit ez az úgynevezett horvátornak a barátja készített, amikor a horvátor elmesélte neki ezt az esetet. Na most ez szörnyű, amikor ott előkerültek. Tulajdonképpen azt tudtuk meg belőle, hogy a feljelentést azt pénzért csinálta, tehát nagy összeget ígértek neki azért, ha engem feljelent, és ő ebben az esetben elmondja, hogy ugyanaz a személy ígérte ennek a Mihajlovicsnak is a pénzt, hogy jelentsen fel, hiszen közben... Ki az a személy? Az a személyt, az Bene Zoltánnak hívják, ez egy volt kollégánk, és a horvát úr azt is elmondja, hogy tulajdonképpen a volt kereskedelmi igazgatónkkal, a Suba Péterrel, meg a Bene Zoltánnal loptak együtt hárman, és osztották el a pénzt, a mérhetetlen mennyiségű pénzt, amit nem tud megmondani, hogy mennyit, de tulajdonképpen erről van szó, de nem akarok erről én többet beszélni. Világos, ezek a hangfelvételek, gondolom, a bíróság előtt. A hangfelvételek a bíróság előtt vannak. Utolsó dolog, tervezi, hogy az önkormányzati vagy az EP választása esetleg beáll valamelyik párt vagy jelölt mögé támogatással? Nem, tehát én nem politizáltam soha, mindig elmondtam világosan, hogy nem. Soha nem politizáltam. Nem is az a kérdés, csak ugye az előző választáson Márki-Zay Pétert támogatta. Igen, de ez egy olyan, majd tetszik tőle megkérdezni, tehát elmondtam neki, hogy te soha nem fogsz járni. Esélyed nincs hozzá. De hadd legyen egy esély, és próbáld ki magad. De akkor most nem lát ilyet az EP választáson? Nem látok most ilyet, és nem is akarok vele foglalkozni. Köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindezt. Nagyon szépen köszönöm.